Anett, nagy szeretettel üdvözöllek. Köszönöm. És nem titok, szerintem aki elkezdi nézni ezt az interjút, rögtön rájön, hogy a főigazgató helyettesünkkel és a állandó rendezvény szervezőnkkel beszélgetünk, tehát kollégák vagyunk, nap mint nap találkozunk. Ezért is néztem a Facebook oldaladat, és feltűnt, hogy te is részt veszel ebben a C9 Selfie Challenge-ben. Így van, így van. Egy megláttalak egy ilyen dobozzal. Igen. Hogy döntött, miért döntöttél így? Hogy... Igazából az első motiváció, az első miértem nem is ez a Selfie Challenge volt, hanem ugye a C9-nek a 9 napos programjának a teljesítése, és közben hozta a központ ezt a fantasztikus felhívást, hogy egy C9 challenge-re hívja ki a forgalmazókat, illetve a hálózatépítőket, és hát nyilván egy ilyen lehetőséget senki sem hagy ki, hiszen aki a Selfie Challenge-be részt vesz, és tényleg a hétnek minden napján, tehát a 9 napban mindig posztol ezzel a dobozzal, csodás pontérték nélküli ajándékokban részesülhet. Hát is tegyük hozzá, hogy így évvel soha jobbkor nem írhatta volna ki a cég, mind így évelején, amikor van, azért a karácsonyi evésivás után így van, mindenki így van. Próbál új életet kezdeni. Így van, és ez nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy ez a C9 egy nagyon jól összeállított 9 napos életmódváltó program, mert tényleg olyan étrend kiegészítőket tartalmaz, amelyeknek az együttes hatása biztosítja az adott cél elérését, legyen szó egy jobb alak, egy jobb forma, vagy nagyobb energiaszint, egy vitálisabb élet elkezdését, és tényleg olyan vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmaznak, amik maximálisan feltöltik a szervezetet. És ezen felül ez a C9, ez a 9 napos program, úgy gondolom, hogy remek terméktapasztalatot is ad azok számára, akik esetleg még eddig nem találkoztak a Forever termékeivel. Te, nekem úgy tűnik egyébként a posztjaidból, hogy nagyon tudatosak és nagyon összeszedettek, hogy esetleg az üzletépítésen is gondolkodsz így munka mellett? Így van, tavaly augusztusban hoztam meg a végleges döntést, hogy igen, én is szeretnék az üzletépítéssel foglalkozni. Igen, ezt így januártól indul igazából a dolog, eddig én is készültem fejben, próbáltam a marketingtervnek minden részletét és minden fontos részét elsajátítani, és amiért emellett döntöttem, ugye most már 2,5 éve vagyok én is a cégnek a része, és saját szememmel láttam azt, hogy mennyi idő alatt és milyen minőségben változik meg az embereknek az élete a Forever lehetőségével. Ugye a szakmámból eredően, ugye, mint rendezvényszervező, rengeteg oktatáson, képzésen és rendezvényen vettem részt, és azt éreztem, hogy így a rendezvények után energiával, inspirációval térek haza, és tavaly lehetőségem volt részt venni a cégnek az egyik legnagyobb rendezvényén, a Global Rallyn, ami tavaly Dallasban került megrendezésre, és tényleg ezek az érzések, amik az embernek az egész porcikáját átjárják egy ilyen eseményen, akarva akaratlanul arra ösztönzik meg azt az érzést adják, hogy úristen, én is ide akarok tartozni. Tehát ez volt az első, amit így hónapról hónapra felfedeztem magamba. A második dolog, hogy imádom a kihívásokat, tehát szeretem, hogyha látom magam előtt azt, hogy mi az, amit meg kell nekem tennem egy adott cél elérésének az érdekében, és a Forevernek a marketing terve ezt szerintem teljes mértékben biztosítja, hiszen olyan kiváló ösztönzőket biztosít az üzletépítők számára, amelyek célirányt mutatnak, és mindemellett, hogy mutatják az irányt, elősegítik az üzletüknek a növekedését. Tehát imádom a marketing tervet, és tényleg úgy gondolom, hogy jó. Ismerlek, és tudom, hogy nagyon nagy elánnal dolgozol, de azért erre szükség is van, tehát neked a bőven a 8 órádat kitöltik a Forever rendezvények, és az is mondom, hogy te valamit csinálsz, akkor te azt 100%-osan csinálod, és azt a Forever-t is úgy fogod, szóval egyrészt mikor, hogy, másrészt meg ugye nagyon sok a kétkedő, aki azt mondja, hogy több gyerek mellett nem lehet, főállás mellett nem lehet. Te meg valószínű, hogy kidolgoztál a fejedben, mert nagyon tudatosan tervezel mindent, hogy azt látom, és ez a jó, hogy fogod ezt megvalósítani, hogy az üzletet is építed, és nem alacsony szinten, biztos vagyok benne, hogy hamar lépkedsz fölfelé, és a munkádat is csinálod ugyanezzel a profizmussal. Sok ember életében ez nehéznek tűnik, és valóban nem könnyű, de
úgy gondolom, hogy minden fejben dől el. És az, hogyha az ember tudatosan bánik az idejével, és tudatosan szervezi azt meg, hogy egy nap mikor mit csinál, akkor rájön arra, hogy mennyi idő megy el olyan dolgokkal, aminek igazából semmi eredménye nincsen. Én tavaly augusztus óta nagyon nagy mértékben átértékeltem az én időmet, hogy mi az, amire én azt töltöm, és rengeteg olyan időt fedeztem fel, amit sokkal hasznosabban, és itt most a hasznosabbnál a üzletépítésre gondolok, és én azóta folyamatosan dolgozom, fejlesztem magamat, tanulom az üzletet, és úgy gondolom, hogyha valaki ezt tényleg akarja, mert ez csak az akaraton múlik, akkor nem számít az, hogy mennyit dolgozik, nem számít az, hogy hol és kinek dolgozik, hanem az számít, hogy mit akar és hova akar eljutni. Jó, de hát azért a szabadidőre szüksége van mindenkinek. Tehát persze, egy nap az 24 óra, ugye, hogy a Foreverben vagy az üzletépítésben szokás nevezni ezt én időnek. Így ezt van. Ellentétben mondjuk a civilekkel, akik azt mondják, hogy szabad idő, tehát azt a bizonyos én időt, azt neked is kell a pároddal, a kedvenc kis kutyátokkal töltened. Tehát, hogy mikor megy már a rovására a... Ez nagyon nagy önfegyelmet igényel az én részemről is, mert nagyon maximalista vagyok, és át tudok esni a lónak a túloldalára, de itt is csak a tudatosságot hoznám, hogy tényleg látni kell, hogy mi az, amit megtettél. Előre megtervezem, hogy mi az, amit a mai nap véghez szeretnék vinni, és tényleg, hogyha az ott megvan, hiába lenne még energiám, ott meg kell állni, és azt mondani, hogy oké, tök ügyes voltál, ezt teljesítetted, viszont akkor most adj magadnak egy kis dicséretet, és szállj magadra és a családodra is időt. Tehát nagyon sok nőtől hallottam, hogy arra panaszkodik, hogy otthon nem kap elég támogatást. Tehát azt mondja a férje, a párja, a szerelme, hogy ne a családdól vedd el, vagy ne tőlem vedd el, vagy egyszerűen azt mondják, hogy hát ebben nem bíznak. Uh-huh. Szóval, hogy nekik mit üzensz? Akiket húznak inkább vissza. Igen. Otthon. Igazából saját tapasztalatból tudom mondani, hogy nálunk sem indult zökkenőmentesen ez a dolog, de úgy gondolom, hogy ha a családnak az egyik tagja, most legyen szó a feleségről, a férjről, édesanyáról, apukáról, tudni kell, hogy azért hozza meg ezt a döntést, hogy szeretne erre is időt szentelni, mert a családjának szeretne jót, és a családjának szeretne egy olyan biztos jövőt adni, amiben nincsenek korlátok, amiben tényleg szabadak lehetnek, és megengedhetnek maguknak olyan dolgokat, amit most jelenleg lát, hogy nincs lehetőségük. Úgyhogy én ezeknek a családoknak, ezeknek az embereknek, akik nem bíznak ebbe, csak azt tudom javasolni, hogy nyitott szemmel járjanak, legyenek tényleg befogadóak, és hallgassanak meg egy olyan embert, akinek már van tapasztalata, és tényleg elért valamit. Hát köszönöm szépen, és sok sikert ehhez az üzlethez. Nagyon szépen köszönöm.